Köszöntöm nézőinket! Forrong a hazai politikai élet. Úgy tűnik, Gyurcsány Ferenc lemondása a kormányfői és a pártelnöki posztról meglepte a teljes politikai elitet, még saját pártját is. A kialakult bizonytalan helyzet nincs jó hatással a gazdaságra sem, az utódlásról folytatott egyeztetések sora pedig sokak véleménye szerint egyik pártra sem vetett jó fényt, és egyáltalán méltatlan Magyarországhoz. Folyamatosan emlegetett eshetőség az előrehozott választás, amivel kapcsolatban sokan firtatják, mi lenne az érdeke az MSZP-nek, mi a Fidesznek, mi a kisebb pártoknak, de ritkán hangzik el az a kérdés, hogy mi lenne jó nekünk állampolgároknak, magyaroknak. Na és persze az is kérdés, hogy mi lenne jó nekünk pécsieknek abban a városban, ami Európa kulturális fővárosa lesz, és ahol május 10-én polgármestert választunk. A következő percekben mindezekről megkérdezem a vendégemet. Szeretettel köszöntöm a stúdióban dr. Szili Katalint, az országgyűlés elnökét. Jó estét kívánok önnek és a kedves televízió nézőknek. Kezdjük talán országos eseményekkel, mégpedig a legfrissebb hírrel. Délutánra derült ki, hogy Lendva Ildikó az egyedüli jelölt az MSZP elnöki tisztségére, a többiek visszaléptek. De Lendva Ildikó azt is bejelentette, hogy pártelnökké választása esetén leköszön a frakcióvezetésre, és ezt Mesterházi Attilával szándékszik betölteni majd a párt. Gyurcsány Ferenc munkája pedig a magyar baloldalnak miután szüksége van, mondta Lendva Ildikó, azért felkérik a Táncsics Alapítvány elnöki posztjának a betöltésére. Ez csak a legfrissebb események, de hát naponta találkozunk 10 ilyen, mondjuk nem csak a párton belül sorsfordító eseményel. Miként értékeljön ezeket a folyamatokat? Hát ezekben a pillanatokban is még zajlik a frakciülés Budapesten. Engem programjaim haza szólítottak, ezért jöttem haza, de nyilvánvalóan én is figyelemmel kísérem azt, ami most zajlik, hiszen vasárnap kongresszus lesz, ahol miniszterelnök jelölése, illetőleg pártelnök választásra kerül sor. Megengedi főszerkesztő úr, akkor egy picit visszanyúlok, mert azért annak, ami most zajlik párton belül, illetőleg hát a kormányon belül, Gyurcsány Ferenc lemondása kérdéskörei közül, ez azért a tavalyi őszi folyamatok nyilvánvalóan meghatározták, hiszen tavaly ősszel került igazán napvilágra az, hogy egy olyan globális gazdasági válságot élünk át, amely válságra nekünk a válaszokat meg kell találnunk. Ez nem csak Magyarországon igaz, hanem azt nagyon jól látjuk, hiszen ugyanezekben a napokban látni azért, hogy a világvezető országainak a vezetőinek a találkozóján Londonban mi zajlik. De hát Athénból, a világ különböző helyéről kapunk arról tudósításokat, hogy milyen az emberek elégedetlensége, hogy mindenki látja azt, hogy ez a pénzpolitika és a gazdasági válság, ez hova sodorja a világot. Ebben az első és a legfontosabb dolog az, hogy mi magunk megfogalmazzuk, hogy globális válságra nyilvánvaló van egyfajta globális válasz, de hát azért helyben, lokálisan kell megtalálnunk elsősorban a saját válaszainkat. És ez láthatja azt is, hogy bizonyos kérdésekben zsákutca az az út, amit választott a világ. Gondolok itt a neoliberalizmusra. És ez a gazdaságpolitikában folytatott neoliberalizmusra, ami oda vezetett bennünket, hogy egy gyakorlatilag virtuális pénzpolitikai világ alakult ki, ami aztán egy idő után látható, hogy vagy megfinanszírozhatatlan, vagy egyszerűen egy olyan virtuális világnak vagyunk a foglyai, amit képtelenség kezelni. Ennek a gazdaságpolitikai válságnak, vagy az ezt okozó pénzpolitikai válságnak nyilván megvannak a maga következményei is, amit hát jó lenne minimalizálni, vagy legalábbis elkerülni, hogy ez szociális válságot, illetőleg politikai válságot is okozzon. Pontosan ezért talán a gazdasági válság megakadályozásának, vagy elmélyülésének meg kell találnunk az ellenszereit. Ehhez viszont kell egy alapvető dolog. Mégpedig az, hogy ezt valaki hitelesen csinálja végig. Éppen ezért döntött úgy Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr, hogy a legutóbbi kongresszuson, akkor, amikor pártelnökké választotta a kongresszus, leköszön a miniszterelnöki posztjáról, és egy olyan irányba segíti a válságkezelést, hogy egy olyan kormánnyal jöjjön létre az országnak, amelyik nyilvánvaló szakmai és olyan válaszokat talál meg, ami a hitelességben is segíti azt, hogy az ország ebből kilábaljon. És ha megengedi, én néhány olyan dolgot szeretnék kiemelni, amit én feltétlenül értéknek tekintek, és ami mellett és amin belül kell a válaszokat megtalálni. Véleményem szerint attól nem tekinthetünk el, hogy a munkahelyek csökkenését minimalizáljuk. Tehát meg kell védenünk a munkahelyeket, tehát minden intézkedés csak úgy
alkotható meg, munkahelyeket megvédjük, minden intézkedés csak úgy található meg, hogy azt az alapelvet magunk előtt kell, hogy tartsuk, hogy nem lehet több terhet róni már azokra az emberekre, akik egyébként is ma a legtöbb terhet cipelik ebből. Nyilvánvaló, hogy azokat a társadalmi különbözőségeket sem szabad tovább mélyíteni, amelyek ma érzékelhetők, és ebben nem is kell nekünk, pécsieknek, baranyaiaknak sem messze menni, hiszen ha csak az ormánságig megyünk, már érzékelhető, de nem távol Pécstől már érzékelhetők jól ennek a jelei. Olyan megoldást kell találni, ami nyilvánvaló a pénzügyi egyensúlyt segít megtartani, a költségvetési egyensúlyt megtartani. Ugyanakkor nem csak is kizárólag arról döntünk, hogy hogyan lehet kiadásokat csökkenteni, hanem arról is, hogy hogyan lehet például a bevételeket növelni, a gazdaságot fejleszteni, olyan beruházásokat teremteni, amelyek munkahelyeket hoznak. És én azt hiszem, hogy azzal, ami a váltásban történt, egy olyan úton indulunk el, ami lehetőséget biztosít arra, hogy ne késlekedjünk a gazdasági válságra adott válaszokkal. És itt megjegyzem azért, én nem hiába mondtam novemberben azon az első nemzeti csúcson, ahol egyáltalán ennek a kérdése felmerült, hogy meg kell alkotnunk a rendszerváltás második paktumát, tehát függetlenül attól, hogy valaki jobb oldalról, bal oldalról, vagy milyen párt részéről politizál, vagy a közéletben milyen szerepet tölt be, közösen kell megtalálnunk erre a válság jelentése megoldásokat. Én azt nagyon sajnálom, hogy azt a pillanatot elmulasztottuk, mert én úgy hiszem, hogy ha ez akkor megtörtént volna, akkor már jóval korábban tudtuk volna felfejteni ezeket a kérdéseket. Ma nyilvánosságra került, talán már tegnap is, Bajnai Gordon tervezett intézkedéseinek néhány pontja is. Nem vitatva azt a jó szándékot, amit ön az iménti szavával említett, miszerint nem lehet már tovább terhelni azokat, akik egyébként is nehéz helyzetben vannak, de hát Bajnai Gordon nem hazudott, amikor azt mondta, hogy ez fájni fog. Most itt hadd ne részletezzem, de alapvetően a közszférából, a közszféra dolgozói, a munkából, bérből, fizetésből élők és a nyugdíjasok fogják nagyon megérezni ezt az elvonást. Magyarul megint azokat sújtja az intézkedés csomag, akinek látható a jövedelme. Egy baloldali érzelmű, szociálisan érzékeny politikus, mint ön, hogy éli meg ezeket az intézkedéseket? Én pontosan azért utaltam arra az előző kérdésre adott válaszomnál, hogy szerintem meg kell határoznunk azokat az alapelveket, amiből engedni nem szabad. És én azt nagyon tiszteletre méltónak tartom, amikor folyamatosan arról beszélünk, hogy hogyan lehet a kiadásokat csökkenteni. Nyilván az állami szféra ott tudja a kiadásokat visszafogni, amiről ő rendelkezik egyébként. Amiről nem rendelkezik, abban nyilván sokkal nehezebb megtalálni azokat a regulákat, ami a csökkentéseket jelenti. Ebből a szempontból én azt sajnálatosnak tartom, hogy azok a változtatási folyamatok, direkt nem használom a reform szót, nem mentek teljes egészében végig, ami mentén az államháztartás reformja, ami mentén egyébként a közigazgatás reformja végigvihető lett volna, sokkal könnyebb lenne a helyzetünk, hiszen az is segített volna abban, hogy ne egy olyan költségvetéssel kelljen szembenéznünk, ami egyik oldalon, és ez ugye sokszor sok helyütt elhangzik, egyik oldalon pazarló, ugyanakkor a másik oldalon hiányokkal. Ugyanezt mondják a gazdasági elemzők is, amit ön, hogy nem elég itt most a konszolidáció mentén a kiadásokat csökkenteni, hanem most kell megcsinálni az egészségügy, a szociális rendszer, az adórendszer, a közigazgatás reformját. Én azt mondom, hogy most újra neki kellene ennek látni. Nyilvánvaló egy kellő szinergiában, hiszen most egyszerre folyik tűzoltás, illetőleg tehát az, ami a válság problémáinak a megoldását jelenti. Ugyanakkor távlatosan is meg kell teremtenünk annak a lehetőségét, ami egy más utat talál. De ha megengedi, visszakanyarodnék ahhoz a kérdéshez, hogy véleményem szerint nem elegendő csak és kizárólag a kiadásokat csökkenteni, meg kell találni azokat az utakat, hogy hol lehet a bevételeket növelni. Én csak egy példát most hadd említsek, ugye Magyarország a széndioxid kvótával rendelkezik, aminek az értékesítése nyilván egy jelentősebb összeget jelenthetne az ország számára, ez például egy olyan bevételnek tekintem. De ugyanígy említhetném azt is, hiszen azt hiszem éppen másfél évvel ezelőtt fordultam a kormányhoz azzal, hogy és akkor sokan igyekeztek félreérteni a szavaimat,
amikor én azt mondtam, hogy a privatizációs szerződéseket kell áttekinteni, hogy mindenki azt szerint teljesítette, ami egyébként a szerződésben foglalt volt. Tehát, hogy annyi munkahelyet teremtette, annyi befizetés történik el, stb. Én azt hiszem, hogy ez még mindig aktuális lehet, hogy ilyet tegyünk, és félreértés ne essék. Én nem a privatizáció ellen vagyok, hanem egyszerűen az, hogy ezeket a szerződéseket át kell tekinteni. De ugyanígy szerintem, és erre is volt már javaslatom, hogy a multinacionális cégekkel újra kellene áttekinteni az, hogy ők például egy ilyen jelentős probléma esetén hogy tudnak besegíteni egy-egy piac megtartásában, vagy hogy tudnak, talán fogalmazhatnék úgy, egy egyességet kötni arra, hogy ebben a helyzetben szolidaritás jelszava alatt hogyan lehet segíteni. Hiszen nekik is érdekük az, hogy piacot megőrizzék, ezzel a munkahelyet és a vállalkozásokat is megőrizzék. Ez egyébként elvezet azért bennünket oda, amiről sokszor sok helyütt szoktam beszélni, hogy kell egy új gondolkodásmód is. Tehát azt látnunk kell, hogyha ez a neoliberális gazdaságpolitika és ez a tőkelogikán történő gondolkodás zsákutcába futott, akkor mi lehet egy új megoldás? Hát az új megoldás az pontosan az lehet, hogy a gazdasági, a társadalmi, szociális és az ökológiai kérdéseket együtt tekintjük, hiszen ez mind egy rendszerben jelentkezik. Általában azt látjuk, hogy többnyire a környezeti problémák, az ökológiai problémák is ott jelennek meg, ahol a legszegényebbek élnek. Viszont azt is láthatjuk, hogy ott nincsen beruházás, ott nincsenek munkahelyek, ahol szintén az erőforrás hiányos területtel találkozunk. Ezeket csak ugyanebben a rendszerben lehet javítani, tehát át kell térnünk arra, amit úgy hívunk, hogy fenntartható fejlődés, ahol a gazdasági, a társadalmi, szociális és az ökológiai kérdéseket együtt próbáljuk megkezelni. Úgy tűnik, visszakanyarodva ez a Bajnai féle javaslathoz, ezt most az SZDSZ támogatni látszik. Úgy tűnik, hogy mögé fog állni, de most meg az nem biztos, hogy az MSZP teljes válszélességgel is minden tagját tekintve mögé áll. Mi van, ha nem? Nézze, akkor, amikor egy olyan helyzet áll elő, amikor a kérdést úgy teszik fel, hogy vagy támogatja ezt a kormányprogramot, vagy előrehozott választás van, akkor nyilvánvaló mindenkinek a válasza, én azt gondolom. És hát azért ebben benne van az is, hogy nem lehet, ha a válságkezelést tekintjük, tovább húzni az időt. Tehát ebben nem lehet hónapokat veszíteni. Én úgy hiszem, hogy így is az elmúlt fél esztendő az gyakorlatilag pontosan úgy telt el, hogy csak keresgéltük a megoldást. Erre nem volt igazán megoldás. Szerintem a megoldásokat kell ma már az asztalra tenni, lett legyen az akár törvényben fogalmazott javaslatok, akár más javaslatok, de én hangsúlyozom még egyszer, hogy én baloldali érzelmű politikusként vannak bizonyos alapelvek, amikből azt gondolom, hogy nem engedhetünk, éppen azoknak az érdekében, akik ma a legnehezebb helyzetben vannak. Ön elkötelezett híve a határon túli magyarság ügyének. Nem tart-e attól, hogy esetleges polgármesteri választása esetén, miután a parlamenti funkciójáról ezzel párhuzamosan lemond, helyi politikusként ez a terület, ez az ügy, amit eddig ön vitt, esetleg gazdátlanná válik, vagy mostoha gyerekké, vagy nem tudja azzal a súllyal képviselni, mint házelnökként tudta? Hát én ettől nem tartok, hiszen biztos vagyok benne, hogy a következő időszakban is, mint országgyűlési képviselő szerepet kaphatok abban, hogy ennek a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának a tagja, a részese lehessek. Ennek több bizottsága működik, van egy állandó bizottsága. Én azt gondolom, hogy akár ott, akár az albizottságaiban, ha feladatot vállalok, akkor ezzel gyakorlatilag ugyanúgy involválódom ebben a kérdésben. De szerintem az embernek még akár polgármesterként is van arra lehetősége, hiszen a partnervárosi kapcsolatrendszerben vagy azokban a kistérségi fejlesztési rendszerekben, ami a határon átnyúló térségeknél azt hiszem talán ma az egyik legfontosabb, ugyanígy szerepem lehet. És én úgy hiszem, hogy az elmúlt hét esztendőben azért sikerült egy olyan helyzetet teremteni ebben, ami nyilvánvaló nem a funkciótól függően, hanem egyáltalán közszereplőként, politikusként ezt továbbra is tehetem. Hát ha nem is a KMKF elnökeként, de szerintem résztvevőjeként biztos.
Az elmúlt időszakban, és ezzel lassan áttérünk városi ügyekre, ön az elmúlt időszakban több ízben is határozottan megerősítette, hogy tartja álláspontját, és továbbra is mindent elkövet annak érdekében, hogy NATO lokátor ne épüljön fel a Tubesen. Ha ez így van, már pedig mi okunk lenne ebben kételkedni, akkor az hogy lehet, hogy a lokátor ügye folyamatosan érv az ön ellen érvelő ellenzék? Nézze, én ebben nem csodálkozom, mert ellenem már mindent érvként használnak, tehát most már amilyen kampány indult ellenem ezen, bár szerintem ez egy elég kontraproduktív dolog, hiszen azért én az elmúlt 15 évben itt politizáltam ebben a városban, sokat jártam haza, és azért együtt éltem a várossal ez alatt az idő alatt is. Mindenki mindenben általában ismeri az álláspontomat, véleményemet. Azért, ami ez ügyben zajlik, mindenki saját maga lelki ismeretét vizsgálja meg. Én nem óhajtok a továbbiakban sem gyűlöletkampányban semmiben részt venni. Én nem ilyen típus vagyok. Nyilvánvalóan ezt tenném, akkor nem lenne igaz a számból az sem, hogy én összefogást és együttműködést akarok. Én tényleg azt szeretnék, valódi együttműködést. Még azok alapján is, ami esetlegesen a közgyűlésben érzékelhető ma feszültség. Én úgy hiszem, hogy egy polgármester jelöltségnél és egy választásnál a programoknak kell megmérkőzniük. Tubes ügyében egyébként én voltam az, aki legelőször a Jövő Nemzedékek ombudsmanjához fordultam. Ebben nagyon jó kontaktusom volt azokkal a civil szervezetekkel, akik ezügyben szintén tettek sokat a városért, és akiket ezért köszönet illet. Én voltam az, ezt vissza lehet keresni a parlamentnek a jegyzőkönyvében is, aki többször felszólaltam abban a terület rendezésről szóló törvény módosításában, amiben az én módosító javaslatomról pontosan azért nem lehetett szavazni, mert a Fidesz és az MSZP képviselő csoportja közösen a támogatott javaslatokat megszavazta. Minden ehhez képest egyébként ma szemforgatás, mert azt is látom, hogy próbálják azt is rám fogni, hogy aznap Pécset voltam, amikor a népszavazás volt ebben az ügyben. Egyébként hivatalos külföldi látogatáson voltam. De ezért vállalja az a felelősséget, aki ezeket mondja. Egyébként mindig is ellene voltam a tubesi radarnak, most is ellene vagyok, és mindent meg fogok azért tenni polgármesterként is, hogy olyan közös határozatai szülessenek a városnak, ami az origója és a kiinduló pontja minden más kérdésnek, akár hatósági ügyről, akár kormányzati próbálkozásról van szó. Pécset nem lesz radar. Úgy legyen. Ezzel át is tértünk városi ügyekre. Kezdjük ebben a körben talán az EKF-fel, mert talán ez a legátfogóbb és sok minden egyéb területet is érintő kérdés. Hogy látja? Általában az EKF ügyét tarthatóak lesznek a határidők. Miről szól az EKF? Beruházásokról vagy programokról? És hát hogy milyen kulturális fővárosa leszünk mi Európának? Mosolygósak leszünk? Egyáltalán mi polgárok tudunk majd 2010-ben mosolyogni? Mert olyan lesz az EKF, amilyenek mi vagyunk. Hát ez reményeim szerint úgy lesz, hogy fogunk tudni mosolyogni. Szóval itt azért egy óriási hiba volt az, hogy az elmúlt években, mondhatok talán éveket, két dolog az teljes egészében összekapcsolásra került, és én ezt nem először mondom el a Pécs TV-nek az adásában, ez is visszakereshető, hogy azok a beruházások, amely kulturális beruházások egyébként Pécsnek szükségesek voltak, ezek közé, illetőleg önmagában az Európa Kulturális Fővárosa programjai közé egyenlőségjelet tett a város. Ez egy hiba volt, ez ma már nagyon jól látszik, mert innentől kezdve mindenki azt gondolja, hogy ami nem épül meg, az alapvetően az Európa Kulturális Fővárosa programjának a kudarcát fogja jelenteni. Én úgy gondolom, hogy ma még mindig megtehetők azok a lépések, amihez én szintén tartottam magam mindvégig, hiszen két évvel ezelőtt, azt hiszem pontosan ilyenkor, amikor Nagyszebenben voltam látogatáson, hazatérve azt követően szintén nyilatkoztam a városi televízióban is, hogy praktikusabbnak tartanám, ha a belvárost rendbe tennénk, utakat, köztereket, középületeket, hiszen az attrakciókhoz a helyszíneink gyakorlatilag már ma megvannak, ezeket olyan színvonalra felhoznánk, ami alkalmassá teszi arra, hogy a színvonalas programokat, azokat ott megtekintsük, illetőleg azokat a nyilvánosság számára elérhetővé tegyük.
Most ezt követően nem ez történt, hanem mindig minden a beruházásokról szólt, nem arról, hogy itt színvonalas programok kellenek, hogy kell egy rendezett, gyönyörű, szép belváros, hiszen Pécs azért kapta meg ezt a címet, mert egyébként is alkalmas arra, hogy Európa kulturális fővárosa legyen. És meg kell, hogy mondjam önnek, főszerkesztő úr, én ma már azon gondolkodom, hogyha ezt a sikert megérjük, mi maradt Pécsnek 2010-et követően. Hiszen azért az sem tartható, hogy 2010 után itt maradjon egy város, amelyik gyakorlatilag azt az egy évet, az egy év pezsgését követően visszazuhanjon abba az állapotába, ami most van. Én azt gondolom, hogy igenis vannak itt olyan lehetőségek, van itt egy kiváló értelmiség, kiváló kulturális lehetőség, művészeink, mind-mind arra predestinálnak bennünket, hogy igenis ez egy tényleg sikeres Európa kulturális fővárosa legyen, és az azt követő években is, függetlenül attól, hogy már nem lesz a cím Pécsé, de mégis maradnak olyan attrakcióink, maradnak olyan programjaink, ami csak a miénk lesz. És ami tényleg az agglomerációban, a régióban a sikereinket jelentheti. És hát azért kell valami még a Pécsváros lelkének a visszaszerzése, tehát ahhoz, hogy mi magunk is hinni tudjunk ebben, hogy érezzék, hogy van gazdája a városnak, ezek kellenek szerintem. Ez lesz nagyon nehéz szerintem ez az utóbbi. Beszéljünk kicsit pénzről. A Pécs idei költségvetése meglehetősen szűk mozgásteret enged, egyes vélemények szerint olyan adósságspirálba került a város, ami hát ha nem is kezelhetetlen, de borzasztó nehéz lesz kezelni. Ezzel szemben, vagy emellett a városvezetés bizakodó, mondván, hogy az adósságállománya nem is könnyen de kezelhető. Ön is optimista, és ha igen, akkor mire alapozza ezt az optimizmust? Hát én nem minősíteném ebben az én lelki állapotomat, de azt tudom, hogy ha polgármester leszek, az egy kőkemény feladatom lesz, hogy egyébként a már hozzáteszem megalkotott költségvetést, amihez hát ugye az új polgármesternek nem igazán lesz lehetősége, hogy ezzel kapcsolatosan bármit tegyen. A 2010-es lesz sokkal könnyebb amúgy. Én ebben biztos vagyok, bár megjegyzem, hogy véleményem szerint azért praktikus, hogyha egy város úgy készíti a költségvetését, hogy körülbelül 3 évre tudjon mindig előre tekinteni, tehát egy gördülő költségvetést, amiben nyilván a következő évét megalkotja, de lát előre 2, illetőleg 3 esztendőre is. Tehát azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb. Ugyanakkor meg kell találnunk azokat a pontokat is a költségvetésben, hogy hol pazarló, illetőleg hol vannak hiányok. Ugyanakkor szerintem manapság talán az egyik legfontosabb kérdés a takarékosság, amit szintén meg kell teremteni, és azért az egy érdekes dolog, hogy Pécsvárosa függetlenül attól, hogy a költségvetése ilyen állapotban van, azért rengeteg pályázati pénzhez hozzájut. Csak itt hadd említsem, ugye van nekünk egy kiváló egyetemünk is, amelyik a Pólus programban a 10,2 milliárdot kapott, ugyanakkor a sürgősségi betegellátása 600 milliót. A Pécsi Egészségügyi Innovációs Központ szintén 1,5 milliárdos támogatást kap. Tehát azért jön ide rengeteg olyan pályázati pénz, ami mentén szerintem egy okos gazdálkodással Pécsvárosa költségvetése is talpra állítható, bár megjegyzem, hogy ez ügyben azért, ha kitekintünk az ország más nagyvárosaira, mindenhol vannak azért gondok, amiket meg kell oldani. Nyilvánvaló, hogy úgy kell ezzel a jó gazdag gondossága alapján gazdálkodni, hogy ez egyébként az ember a saját családi háztartásában teszi. Elnök asszony, nem Kertála, hanem egyenesen feltéve a kérdést. Bocsásson meg, csak azért, mert az országos költségvetésnél ugye említettem a bevételek növelését, nyilván ez itt is a legfontosabb. Igen. És ez nem azt jelenti, hogy a családi ezüstöt kell eladni. Akkor most nem Kertelek. Egységes a városi MSZP? És hogyha nem egységes, akkor érez-e ön magában erőt, hogy ezt az egységet megteremtse? És nem csak az MSZP-n belül, de mondjuk a városon belül közös célok, közös érdekek mentén. Hát én azt látom, hogy egyébként egységes abszolút a szocialista frakció, és én nem csak őráig, én az egész város és az egész közgyűlésre szeretnék támaszkodni akkor, amikor ha megtisztel azzal a város, hogy én kaphatom ezt a rendkívül megtisztelő első számú szolgai feladatot. Nyilvánvaló, hogy
meg kell mindent azért tenni, hogyha lehet, akkor alapkérdésekben, vagy olyan kérdésekben, ami elengedhetetlenül szükséges a városnak, tudjunk olyan egyeztetési fórumokat találni, ahol ezek nem pártpolitika mentén, hanem tényleg a várospolitika és a város szükségletei mentén fogalmazódnak meg. Én nem látok ma semmi olyan problémát, ami akár a többséget, de hangsúlyozom még egyszer, számomra nem csak ez a lényeg, hanem ennél sokkal fontosabb a széleskörű egyeztetés. És hát azért számomra van egy fontos dolog ebben, hogy azért itt a civil közösségek, a lakosság véleménye az különlegesen fontos, nem a politikai elité. Néhány napja ön látogatást tett Máyer Mihály megyéspüspöknél. Lehet-e tudnunk, hogy miről beszélgettek? Hát igen, püspök úrral elsősorban áttekintettük az idei évi 1000 éves püspökség programjait. Ugye az elmúlt alkalmakkor jó néhányszor találkoztam püspök úrral, például 15-én este liturgiára is meghívott, ahol én magam is részt vettem, hiszen egy nagyon fontos dolgot vállalt fel a püspök úr ezzel, mégpedig ő is a megbékélést tűzte zászlajára. És én azt hiszem, hogy ő ebben nagyon jó partner, hogy egy olyan szellemiséget és egy olyan erkölcsiséget képviseljünk a városban, ahol tényleg az együttműködés és az összefogása az elsődleges, hogy mit tudunk a városért közösen tenni. Ezeket tekintettük át a püspök úrral. Ennek azt köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Úgy hiszem, hogy kizárólag házelnöki minőségében most utoljára, mert legközelebb, amikor itt ebben a stúdióban köszönhetjük, akkor már mint polgármester jelöltet köszönhetjük, mert most még csak polgármester jelölt, ugye hivatalosan, de várjuk akkor is. Így is köszönöm a meghívásokat, és jó hétvégét. Köszönjük szépen, nézőinknek pedig köszönöm, hogy itt voltak, hogy velünk tartottak, további kellemes estét kívánok. A Pécs TV műsorát most a Pont.ma című hírmagazinnal folytatjuk. További kellemes estét.